Az ünnep előestéjén, május 18-án került bemutatásra a Galambos István, Virt István által szerkesztett 20 éve történt című dokumentum és interjúkötet, amely a Pétfürdők különválását előkészítő és végigvivő civil kezdeményezés históriáját dolgozta fel. A könyv premiéren részt vett az egyik szerkesztő, Galambos István is. Akkor motiválták. Azt tudjuk, és ezt leírták a lapok is, hogy mi mikor történt, és körülbelül mi után következett. De az, hogy mi volt az embereknek a fejében, mi volt a vélemény, mi volt a közhangulat, ezt azok tudják, akik akkor itt éltek, akár az egyik vagy az itteni település részen, akár bent a Várpoltai központi település részen, hiszen benne van a kötetben Leszkoszki Tibor polgármester úrnak is a visszaemlékezése. Tehát ezeket a véleményeket, emlékeket akkor ismerhetik meg igazán, hogyha leírjuk, vagy megkérdezzük. És az interjúk mutatnak egyfajta ilyen ismétlődést, tehát az események puszta leírásán kívül azt is kértük az interjú alanyaktól, hogy értékeljék az akkori tevékenységüket, a sajátjukat, illetve a település részeket, értékeljék az elválás folyamatát, illetve hogy mi az, ami megvalósult az akkori elképzeléseikből, és mi az, amit még szeretnének, hogy megvalósuljon a későbbiekben. Május 19-én az ünnepség a régi polgármesteri hivatal emléktáblájának megkoszorúzásával kezdődött. Az ünnepi műsor részeként Nagy Gáborné Mészáj József Szülőfalom című versét szavalta el. Tavaszra várunk, megváltó tavaszra, hosánna néked, szent feltámadás. Lobogni fog majd mindjájunk szívlánja, valóra válik minden álmodás. Beszédet Miskolci Ferenc, a Településfejlesztési Bizottság elnöke mondott. Hölgyeim és uraim, kedves pétfürdőiek!
Ma 22 éve. Igen, kedves közönség, 22 évvel május 19-én történt az a Pétfürdő történetében mérföldkőnek, vagy még inkább alapkőnek számító esemény, amiről megemlékezni 22-szer gyűlünk itt össze. 1996. május 19-én volt az a helyi népszavazás, amikor arról szavazott Pétfürdő, hivatalosan Várpalota második kerület lakossága, hogy akar-e önálló településként létezni. A népszavazás érvényes és eredményes volt, aminek következtében hosszas egyeztető tárgyalások után az akkori köztársasági elnök Göncz Árpád 1997. október 1-től Pétfürdőt önálló településnek nyilvánította. Egy-két kivételtől eltekintve, 22 éve mondom itt, ezen a napon, a régi polgármesteri hivatal falán lévő emléktábla előtt az ünnepi megemlékezés szövegét, és bizony ez azt is jelenti, hogy mi az akkori eseményeket megélő emberek éppen 22 évvel idősebbek és korosabbak lettünk, és az emberi földi élettartam végességéből következően vannak sokan, akik már nem lehetnek közöttünk. És itt játszunk el egy kicsit a gondolattal. A nagy háború évvel után, 22 évvel, az 1967-ben volt. Én, és itt a közönség soraiból sokan még akkor gyerekek voltunk. És gondoljanak bele, milyen végtelenül távoli, szinte egy más világban lévő eseménynek tűnt akkor nekünk az a nagy világégés. És hogy miért mondtam ezt el? Mert így megérthetjük, hogy a mai 14-16 éves miként gondolkodhat 1996. május 19-éről. Valahogy így gondolják, hogy messze a távoli múltban nagyfaterék csináltak valami népszavazást, és leváltunk Várpalotáról. Nem tudom, a pétfürdői iskolában, helyismereti foglalkozáson van-e szó róla, hogy volt Pétfürdő nagyközség történetének egy nullpontja, egy történeti kiindulási pont, 1996. május 19-i népszavazás. Tudják-e a mai gyerekek és fiatalok, és az azóta ide költözöttek, hogy a mai sokak által megcsodált és irigyelt, szép, rendezett, élhető Pétfürdő ennek a napnak a következménye? Tudják-e, hogy egy hosszú előkészítő folyamat, sok munka, elszántság, tenni akarás és lokálpatriotizmus csúcsosodott ki ebben a napban? Tudják-e, hogy köszönet illeti az akkor itt élőket, hogy elmentek szavazni, és a többség úgy döntött, hogy egy önálló Pétfürdőn szeretne élni, mert azt szerette volna, hogy a helyi dolgokról a helyben megválasztott, megmérettetett képviselők döntsenek, akik közvetlen napi kapcsolatban vannak a pétfürdői polgárokkal. Tartok tőle, hogy a gyerekek, a fiatalok és a nemrég beköltözők már nem tudják, miről is emlékezünk mi itt az emléktábla előtt minden év május 19-én. És feltehetjük a kérdést, jól van ez így? Nem, nincs ez így jó. Van egy olyan szólásmondás, hogy amelyik nemzet nem becsüli meg és nem ismeri a múltját, az eredetét, az a jövőjét sem tudja sikeresen építeni. És ez a gondolat igaz a településekre, a lakóhelyi közösségekre is. Hányszor hallom az igazán régi, itt született pétieket lelkesen mesélni a Péten töltött gyermekkorukról, ifjúságukról. Emlékszel, ki lakott régen ebben a házban itt az utca elején?
Ki volt az ammónia egy üzemben a kompresszor kezelő? Kitelepítette ezt a szőlőt, s kiépítette ezt a présházat, pincét? És milyen isteni pálinkája volt az öregnek? És régen ezt az utcát Piros utcának hívták, azt meg Kék utcának nevezték. A pálházon túl almáskert volt, a horizonttól lefelé pedig búzatábla. Mert ez egy település élő, mindennapi történelme. És ennek egyik sorsfordító pontja volt az 1996. május 19-i népszavazás, amely az önálló, virágzó települési léthez vezetett. Azt azért elmondhatom önöknek, hogy mi idősebbek, akik tevékeny résztvevői voltunk az akkori eseményeknek, amíg élünk és aktívak leszünk, mindig is tartunk egy kis ünnepélyes megemlékezést, és újra átéljük annak a 1996-os májusi napnak a felfokozott hangulatát. Kedves pétfürdőiek! A messziről jött ember és a mai, azt az időt meg nem élt fiatal gondolhatja, hogy na és mi volt ebben a népszavazásban olyan nagy dolog. Gondolhatná a messziről jött ember és a 20 éves ifjú utólag, mai eredményeinket látván, hogy egy ilyen kérdésre nyilván mindenki rohant szavazni, és az igennél húzta be az X-et. De ez nem teljesen így volt, kedves messziről jött emberek és kedves fiatalok. Sokan féltek az önállóságtól, sokan féltek attól, meg tudjuk-e oldani az önállóság problémáit. Hiszen nem volt semmink, közigazgatási hivatalunk, szakértelmünk, tapasztalatunk, csak elszántságunk és hitünk az önálló pétfürdőben. És volt egy lepattant településünk, lepusztult, hiányos infrastruktúrával. Az előző években, mármint a népszavazás megelőző években, még a helyi legtöbb péti embert foglalkoztató nagyvállalat is a megmaradásért és a túlélésért küzdött. Tehát az embereket meg kellett győzni, hogy képesek leszünk megállni a saját lábunkon, hogy az ügyeiket ugyanúgy el fogjuk tudni intézni a helyi hivatalban, hogy a szociális háló nem lesz lyukasabb, mint Várpalotán volt, sőt, sűrűbbre szőjük azt, hogy a busz ugyan nem lesz helyi járat, de ugyanolyan sűrűn fog járni, és hogy a drágább bélethez a nyugdíjasoknak, a rászorulóknak kiegészítést fizetünk. És végül nem sokkal, csak egy kicsivel, de győztek az igenek. És az eredményes népszavazás vezetett oda, hogy másfél évvel később, 1997. október 1-én a köztársasági elnök Pétfürdőt önálló községét nyilvánította. Tisztelt egybegyűltek! Tegnap reggel munkába jövet, egy pillanatra megfeledkeztem arról, hogy milyen évforduló előtt állunk, csak azt láttam, hogy az utca ki van zászlózva. A kandelábereken pétfürdői zászló volt. Nem nemzeti szénű zászló, nem európai zászló, nem vörös zászló, csak pétfürdői zászló. Mert ez a nap, május 19, a mi napunk a pétfürdőieké. Az idén pünkösd vasárnap előtti szombatra esik, azaz munkaszüneti nap. A naptárban Milán és Ivó napja, és dolgos hétköznapokon vagyunk túl, és munka után eljövünk ide minden évben, immár 22. alkalommal, hogy megemlékezzünk a 22 évvel ezelőtti eseményekről. Mert ez számunkra fontos, nekünk itt kezdődött az a változás, amely a mai életünket megalapozta. Ez a nap immár tradíció, pétfürdői tudatunk, büszkeségünk, lokál patriotizmusunk része. Emberi léptékkel mérve a 22 éve az önállóság útjára lépett pétfürdő ifjúvá érett. Bizonyára sokan ismerik azt a dalt, ami úgy szól, hogy amikor a 21-et haladja, sír az anyja, mert a fia katona. Most megkímélem önöket attól, hogy én ezt elénekeljem. De ez azt jelenti, hogy a
mai Pécsfürdő emberi léptékkel mérve katonakorba lépett. Igaz, hogy ma már nincs katonaság, de a mi időnkben ez még így volt. És a mai Pécsfürdő 20 évesekre jellemző erőteljes, lüktető, tervekkel teli, gyorsan fejlődő, egyre szépülő település. 22 év egy sok száz éves vagy ezer éves település életében egy röpke pillanat, a fiatal Pécsfürdő életében azonban nagyon nagy idő. Különösen az, ha az elmúlt 22 év változásaira gondolunk. 22 évvel ezelőtti Várpalota második kerület egy kopottas, szegényes, foltos ruhájú, elhanyagolt ipartelep volt. S ma településünk idegenbe szakadt fiai, lányai, ha 10-20 év múlva, elmúltával visszalátogatnak gyermekkoruk vagy ifjúkoruk helyszínére, vagy bármilyen egyéb okból ide látogatók, ámulattal és a legnagyobb elismerés hangján szólnak arról, milyen gyönyörű is lett ez a Pécsfürdő. Tisztelt pécsfürdőiek, kedves közönség! Egy 16 évvel ezelőtti választási kampányszövegemben azt találtam leírni, a lényeg tömörítésére törekedve, hogy az a célom, hogy Pécsfürdő az ausztriai kisvárosokhoz, falvakhoz hasonló településé váljon. Úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk. Rendezettség, külcsín, virágosítás, településkép tekintetében már jól közelítjük ezt az állapotot. Most a 22. évfordulón kijelenthetjük. Jó érzés ma pécsfürdőinek lenni, büszkék lehetünk a településünkre. A 20 éves ifjúvá érett Pécsfürdő büszke lehet a megtett útra, az elért eredményekre. Köszönöm a figyelmüket, Isten áldja Önöket, Isten áldja Pécsfürdőt. Köszönöm. Köszönjük szépen. És akkor most felkérném a leválást előkészítő bizottság tagjait, hogy ahogy szoktuk, egy-egy szálvirágot helyezzenek el az emléktáblára. Három embert szólítok, ők ott fönt vannak, Uri János, Mayer Attila és Schmidt Ferenc, ők már nem lehetnek köztünk. Hívom az élőket, Bálint Gézáné, Bonc Lászlóné, Erdélyi Attila, Farkas Györgyi, Miskolci Ferenc, Móroc Károly, Gelencsér István, Pekker József, Sorbát Éva. A rendezvény a Közösségi Ház emeleti nagytermében folytatódott, ahol az érdeklődők a Pécsfürdői Tavasz című fotókiállítást tekinthették meg. A képeket Bágyi Roland, Buzás Dániel, Győri Ildikó, Kalmár Lajos, Kardos Judit, Nagy Ernő Norbert, Németh Viktória
Somogyvári Zsolt, Varga József és Fencel Virág készítette. Majd a színházteremben Horváth Éva polgármester köszöntötte a megjelenteket. 22 év. 1996. május 19. Vasárnapi nap is borzasztó meleg volt. Melegebb, mint ma. Kicsit megrettentünk, mert a település lakói fölkerekedtek, és elindultak Balatont látogatni, hétvégi házakat rendbe rakni. De azért 5 óra után egyre többen jöttek vissza, és nagyon sokan mentek el szavazni az utolsó 2 órába, és így lett érvényes és eredményes az a népszavazás, ami a pétieknek köszönhetően lehetővé tette, hogy Bétföldön nagyközség önállóvá váljon, leváljon Várpalotáról. Enélkül a nap nélkül nem lehetett volna 1997. október 1, és ez a nap a péti polgárokon múlott. A következő év október 1-e az már mindenféle döntéseknek a végeredménye volt. De ezt a péti emberek akarták, elmentek, szavaztak, ez volt a fogantatás, én azért azt mondom, hogy inkább a születésnek a pillanata. Erre lehetett építeni, ezért lehetett tovább lépni, hogy eljusson 97. október 1-ig. Az október 1-i önállóvá válás után megalakult képviselő testület első döntései közé tartozott, hogy ezt a napot, május 19-ét Pétfürdő napjává nevezze el, és döntsön abba, hogy ezt a napot ünnepeljük meg. A legelső alkalommal 1998. május 19-én avattuk fel a táblát a régi polgármesteri hivatalnak a falán, és azóta minden évben ott kezdjük az ünneplést, hogy megemlékezünk erről a napról. Ma is így történt. Kicsit féltem, hogy ma nagyon kevesen leszünk. De nem. Végül is nem. Féltem azért, mert hosszú hétvége és pünköst, és talán sokan elmennek, és nem elfelejtjük, hogy ezt a napot meg kéne ünnepelni, de hála Istennek vagyunk szép számmal, de ettől függetlenül én nagyon sok embert hiányolok. Én hiányolom azokat az embereket, akik pont ennek a napnak köszönhetik azt, hogy részt vehetnek Pétfürdő irányításában. Hogy meghozhatják a döntéseket, én úgy gondolom, hogy kutya kötelességük lenne itt lenni a pétfürdői ünnepeken, és nekik is megköszönni a pétfürdői polgároknak, hogy ott lehetnek, ahol vannak. Ezt most már muszáj volt kimondanom, 22 éve nyelem, és nem akartam, de azt mondom, hogy előbb-utóbb, mivel nem csak én veszem észre, hanem a közönségből is láttam a bólogatást, meg hallom a megjegyzéseket és a kérdéseket, és sajnos nem tudok rá válaszolni. Tehát most ezt mond, aki itt van, az biztos, hogy jól fogja magát érezni, és az ünnepelni szeretné. Ez a nap azért is érdekes, mert mindig valamit megpróbáltunk hozzácsatolni. Az, hogy szép kiállítások vannak, az nagyon jó dolog. De május 19-én avattunk is, meg alapköveket is tettünk le. Május 19-én tettük le a bölcsőde alapkövét, tettük le a Millenniumi, most már Szent István Parknak az alapkövét, az új polgármesteri hivatalnak az alapkövét, avattuk a faluszéli keresztet, avattuk az akkor éppen aktuális beruházást, ami elkészült. Tehát mindig volt valami, amiben bővült egy kicsit a település, és így az emberek láthatták, hogy egyik évről a másikra mi minden történik kis hazánkban. A mostanihoz is kapcsolódott a kiállításon kívül valami,
ami úgy gondolom, hogy hiánytótó. Igaz, hogy október 1-ére gondoltunk a tavalyi évben, csak egy kicsit kicsúsztunk, de hát ez az igazi pétfürdői ünnep. Tegnap délután volt a könyvbemutató, ami egy hiányt pótol, vagy legalábbis elkezd pótolni egy olyan hiányt, amit már a település szépítő egyesület apránként próbálgatott pótolgatni a barangolós füzeteivel, ami pétfürdővel kapcsolatos érdekes dolgokról összefoglalókat ad egy kiadvány formájába, de megjelent egy olyan kiadvány a tegnapi könyvbemutatón, meg lehet vásárolni fönt az emeleten, ami Pétfürdő 20 éves születésnapjára készült ugyan, amiben pontosan dokumentumszerűen benne vannak azok az adatok, azok a történések, amik tulajdonképpen elvezettek 96. május 19-ig, illetve 97. október 1-ének. Mindenkinek szíves figyelmét ajánlunk. Szokás ezen a napon, hogy a pétiek ünnepén a pétiek készülnek és szórakoztatnak minket, akkor mi pétiek nézzük őket nagy lelkesedéssel, és mindenkinek jó szórakozást kíván. Folytár volt a nagyapám, folytár vagyok én is, nincsen ingem se gatyám, gazdag vagyok mégis. Kis bárányám mellé fekszik, szuszikálunk sokszor esik, jocokát kívánok. Kis bárányám mellé fekszik, szuszikálunk sokszor esik, jocokát kívánok. Józsi bácsi csipkésen, sarkon járó hegyesen, Józsi bácsi csipkésen, sarkon járó hegyesen. Lingvacsos a csipkésen, sarkon járó hegyesen. Lingvacsos a csipkésen, sarkon járó hegyesen. Józsi bácsi csipkésen, sarkon járó hegyesen. Józsi bácsi csipkésen, sarkon járó hegyesen. Lingvacsos a csipkésen, sarkon járó hegyesen. Lingvacsos a csipkésen, sarkon járó hegyesen. Józsi bácsi csipkésen, sarkon járó hegyesen. Józsi bácsi csipkésen, sarkon járó hegyesen. Lingvacsos a csipkésen, sarkon járó hegyesen. Lingvacsos a csipkésen, sarkon járó hegyesen. Daniéknál a legények feldöntötték az olajt, Sári néni, Józsi bácsi feltörölték nagy gondot. Te-te-te, te-te-te, gyalázatos kutya te. Te-te-te, te-te-te, gyalázatos kutya te. Daniéknál a legények feldöntötték az olajt, Sári néni, Józsi bácsi feltörölték nagy gondot. Te-te-te, te-te-te, gyalázatos kutya te. Te-te-te, te-te-te, gyalázatos mászerek. Daniéknál a legények feldöntötték az olajt, Sári néni, Józsi bácsi feltörölték nagy gondot. Te-te-te, te-te-te, gyalázatos kutya te. Te-te-te, te-te-te, gyalázatos mászerek. Daniéknál a legények feldöntötték az olajt, Sári néni, Józsi bácsi feltörölték nagy gondot. Te-te-te, te-te-te, gyalázatos kutya te. Te-te-te, te-te-te,
Soha nem volt még, amit érzek, legyen örökre vagy örökre.
rád, a szívem a szíveddel dobban, kicsi ablak nyílik álmomban, veled elmennék, velem elbújjak, sose voltál mindig van. Ha a szívem a szíveddel dobban, vele álmodtam, vele álmodhat, süt a nap, és most már gyújik a fog, sose voltál mindig vagy, sose voltál mindig vagy, sose voltál. Thank you.
másikat ad nekem, ad nekem, mert a másik szerelem, a szerelem, de nem adom, nem adom, nem adom, nekem nem marad. Thank you.
Thank you.